November 17-én és 18-án nyílt napra várja a leendő 9-eseket a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Váhi Péter szakképzőiskola. Szeretettel várjuk az előbb említett nyílt napokon a 8. osztályos tanulókat és az ő szüleiket. Technikum ágazatban a turizmus vendéglátás, az informatika és távközlés ágazatra hirdetünk felvételt, szakképzőiskola vonatkozásában pedig kereskedelem, építőipar, gépészet és turizmus vendéglátás ágazatokra várjuk a hozzánk jelentkezőket. A szakképzés rendszere állandóan változik, mindig van tennivalónk, de azt gondolom, hogy a Váhi nem csak egy szakképző intézmény, hanem egy rendkívüli közösség, úgyhogy aki azt gondolja, hogy a szakképzésben van jövője, mindazokat várjuk. Szakképző intézményünkben jelenleg technikumi és szakképzőiskolai formában történik a szakmai oktatás, és jelenleg 5 ágazatban vagyunk jelen. Ugyanerre az 5 ágazatra a 2023-24-es tanévre is természetesen felvételt hirdetünk a jelenleg 8. osztályos tanulók számára. Technikumban informatika és távközlés ágazaton 9. évfolyamon jelenleg informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusaink tanulnak. Ezek a technikumi diák a 9. évfolyamon ágazati projektoktatásban vesznek részt, amelyhez egy nagyon-nagyon jó alapot teremt a 3D labor, amelyről már többször beszámoltunk a kedves tévénézőknek itt a Tolnatáj TV-ben is. Többek között testszkenner, lézervágó, 3D nyomtató segíti virtuális szemüvegek az ágazati projektoktatást. A másik ágazat a technikum tekintetében nálunk a Váhiban jelenleg is, a turizmus és vendéglátás ágazat. Ebben az ágazatban vendégtéri szaktechnikus tanulóink vannak, akik szintén a 9.-10. évfolyamon ágazati alapoktatásban vesznek részt. Nagyon fontos tudni, hogy a technikum egyesíti az érettségi és a szakmatanulás előnyeit, tehát a diákok 5 éven belül technikusi végzettséget és érettségit szereznek, és az első pillanattól kezdve havi szakképzési ösztöndíjban részesülnek, melynek jelenlegi összege 8000 forint, függetlenül attól, hogy melyik ágazatot választották. A turizmus és vendéglátás ágazatban az intézmény fontos eleme a vendéglátó oktatóbázis, amely egy másik telephelyen található meg, az iskolától nem messze. A tanétterem és a tankonyha, ami a Szabadság utca 9 szám alatt található, itt egy 30 fő befogadására alkalmas tanétterem van, és egy 20 tanulói beállásos tankonyha. Fontos és érdemes megjegyeznem, hogy a centrumos fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosak a tárgyi fejlesztések, például pár hónap ezelőtt teljes mértékben a tanétterem újult meg. A következő a turizmus és vendéglátás ágazat, de a szakképzőiskolai szinten. Ez a 3 éves oktatást jelenti, tehát a diákok a 3. év végén szakmai bizonyítványt szereznek, pincér vendégtéri szakembereket és szakácsokat képzünk, természetesen az ő szakmai oktatásukat is, elsősorban a 9. évfolyamon segíti az előbb már említett vendéglátó oktatóbázis. Építőipar ágazatban pedig köműves és festő, mázoló, tapétázó szakmákat kínálunk a minket választóknak. Természetesen ebben az ágazatban is rendelkezünk tanműhelyel a Lakiszban, tehát a Rákóczi út 21 szám alatt található a tanműhelyünk, és látszik, hogy évről évre egyre népszerűbb ez az ágazat, hiszen a jelentkezők számra évről évre növekszik nálunk. A Váhi Péter szakképzőiskolában a legnagyobb hagyománya a gépészet ágazatnak van. A szakmai oktatók mesterségbeli tehetség fejlesztő tevékenységének köszönhetően eredményesnek mondhatom magunkat, hiszen tanulóink évről évre ott vannak a szakma kiváló tanulója verseny döntőjében is, ami nagy öröm és nagy büszkeséggel tölt el. A közkedvelt kereskedelmi szak is megtalálható az intézmény által kínált szakmák sorában. A kereskedelem ágazatban is történik szakképzőiskolai oktatás. Van egy tamboltunk, szintén a Rákóczi út 21 szám alatt. A tambolt is a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően évről évre bővül, szinte már rá sem lehet ismerni.
Lopásgátló rendszer, Lauer rendszerrel rendelkezünk, mobil pénztárgépek segítik a szakmai oktatói tevékenységet. A Deák Ferenc utca 6-8 szám alatt található a Vályi Péter szakképzőiskola főépülete mellett a kollégium, amely 60 fő befogadására alkalmas. A vidékről érkezőket egy kiválóan felszerelt épület várja. Az iskolában a szakmai oktatás mellett fontos a mesterségbeli tehetségfejlesztő tevékenység és a felzárkóztatás is. Szakmai oktatóink különböző mentorprogramokban, mint például az Útravaló, az Apácai Ösztöndíj program segítik, egyénileg támogatják a diákokat, mely a boldogulásukat szolgálja. Most jelenleg már a november 17-én és 18-án megrendezésre kerülő nyílt napokra készülünk, de már előkészületek folynak a december 2-ai szalagtűző programmal kapcsolatban is, ami a Váj egyik hagyományos és évről évre megrendezésre kerülő nagy rendezvény. A Váji nem csak egy szakképző intézmény, hanem egy rendkívüli közösség, úgyhogy aki azt gondolja, hogy a szakképzésben van jövője, mindazokat várjuk. Az iskolában a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló hagyományos programok mellett törekszenek arra, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadjanak diákjaik utaztatására.